Na hát, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy vlog videóban. Igen, én Cormax vagyok, és ugye magyarázatos tartozom szerintem, hogy miért is volt a mehetünkbe ebben a 6 hónapban. Ugye a folyamatos okok, ugye a gondok, stb. A nyakamra ültek, és ezáltal történtek ezek, amik miatt nem nagyon tudtam alkalmazkodni a live-okhoz, stb. A lényeg, hogy ilyen visszatéréssel akarok nektek jönni, és szerintem amondó vagyok, hogy egy pár nap múlva nagyon megfontolt szándékkal én vissza akarok térni a YouTube-hoz, mint live időszakában nézve a dolgokat. Most ez lehet az, hogy lehet benne LOL, lehet benne Csígó, lehet benne akármi, tehát ilyen olyan szempontból akarom, ami volt, tudjátok, a nevetés, akkor a csapatás, most ez alatt értem a 9 órás live-ot, akkor a folyamatos Csígó live-okat, azokat a röhögéseket, amik egyetettek minket, és azáltal megismerhettek ugye titeket. Na már most így kezdetlegesen az, hogy mik a terveim. Elsődlegesen az, hogy mivel úgy akarok live-ozni, hogy csak amikor itthon vagyok tök egyedül, tehát a lényeg, hogy ugye bezavarandó alkalommal legyen, ezért minden harmadik, vagy bocsánat a hangomért, ezért minden harmadik, vagy második nap talán jöhetnek egy kis live-ok, köztes videók azért még lehetnek, tehát ilyen főleg így vlog, vagy ilyen gameplay tájba. Majd ezt meglátjuk, hogy lesz, mert mindenképpen ezt így meg akarom osztani, hogy egyszer ez, egyszer az, ne legyen ugyanaz a kettő, tudjátok, hogy így azért részletesebb videós énemet is kifejtsem nektek. Szóval LOL szempontjából ugye meglepő, hogy én mint egy kis Cormax gyerek elkezd lolozni. Hát igen, két hete durván, hogy csak így elkezdtem önmagamba, de így csak szigorúan botokkal, szóval még nagyon nekem így gyakorolnom kell az egészet. Ezért vettem fel már egy gameplay videót egyébként erről a gameplay, vagy erről a játékról gyakorlatilag. És nem tudom, hogy feltegyem-e, ezt szerintem döntsétek el ti a komment szekcióban, szóval várom az írásotokat, hogy feltegyem azt a videót, vagy nem. Ez igazából rajtatok múlik, mert hogy akartok egy jót röhögni, vagy nem. Tehát ez így rajtatok múlik. Nekem az egy olyan élmény volt, ami szempontból megtestesíti azt, hogy egy új játékot, hogy kipróbáltam. Mármint tudom, nem új, mert nem mostani. És de számomra tényleg egy ilyen új élmény volt a Csígó után, mert hát vegyük számba, nem egy Csígó. Azért ez persze nyilvánvaló. A másik része a dolognak, meg hogy egyre inkább érzem azt a fejlődést, amit ugye el akarok érni, tehát van mit kiadnom magamból, és ráadásul nektek ugye, mint látjátok a beszéd stílusom is azért, mert az első live-ok óta sokkal jobb lett szerintem, mert folyamatos lett, és nem hagyok ki hosszas beszélgetést, vagy beszélést, jóformán, jó az szó, fogalmazás még azért még kell gyakorolni, tudod így, tudjátok, így este van azért már így, hát 1 óra 3-kor veszem fel a videót. Szóval nézzétek azt, hogy egy 24 óra után ugye már azért nem vagyok egy olyan életképes, mint egy 2 óra után. Szóval ja, igazából ennyit akartam csak tőletek így jóformán közölni, mert hát vannak itt tervek. És remélem ti is benne lesznek. És remélem tudok veletek játszani úgy, ahogy régen. Szóval várlak titeket vissza, és újítsuk fel ezt az egészet. Én azt mondom, srácok, mert nagyon megéri, ha már eddig nyomadtuk. Szóval én Cormax voltam. Sziasztok!